Sziasztok! Megvolt a verseny előtti utolsó hét, és ennek a videós beszámolóját láthatjátok most. Az utolsó nehéz héten még felmentünk a nyitó fogásaim, a kezdő fogásaim, mindhárom fogásnemből, és előtte azért volt egy kis volumen is minden gyakorlatból. Guggolásból 5x4 volt 152-be. Ez, illetve majd a következő 4x3 is volumen csúcsot jelent nálam, tehát jól alakulnak a dolgok. Ezt magabiztosnak éreztem, és nem volt gáz vele igazából még az ötödik szériában sem. 4x3 157-be. Azért örültem ennek, mert a ciklus elején három ismétléseket 4 szériába 150-be sikerült csinálnom, és hasonló nehézséggel volt az is, vagy talán az még egy kicsit nehezebb volt egyébként. Tehát a fejlődés az mindenképpen látszik, és ennek nyilván tökre örülök. Talán még az is érdekes lehet, hogy ennyivel még nem voltam több ismétlés sosem segítség nélkül, tehát lélekben ez jót tett, hogy nem állt mögöttem ott senki, és tudtam figyelni rá, hogy magamtól is jól csináljam. És akkor a legmenőbb része a hétnek, amikor felvettem a szingletemet, a mezemet először, és ebben csináltam meg a nehéz egyekig való felmenetet. 162 vagy 165 lesz a nyitóm, ezt még eldöntjük az utolsó héten. Ebbe kellett egyet csinálni, hát ez könnyű volt. A többit pedig majd hamarosan láthatjátok. Fekvenyomásból a volumen napon 105-ben voltak ötök, szintén könnyű volt. Inkább önbizalomnövelő jellegű volt ez is. És a nehéz napon pedig 120-ba egyik mentem fel, szintén a nyitó fogás majd ez lesz. Én úgy látom, hogy lemaradt a segg is, és a nyomás is magabiztos volt. Nyitónak tökéletes lesz. Felhúzásban volumen nap 4x370. Ezt tök könnyűnek éreztem. És a hét utolsó napján 185-be egyik kellett felmennem. Sajnos ez talán a hét legrosszabb gyakorlata volt, hiszen nagyon nehezen jött föl, és a fáradtságot már éreztem közben. Talán kívülről nem látszik olyan nehéznek, de mindegy, lényeg, hogy megvolt, ennyi, készen állok.